Sziasztok! Lefényképezett a Tamás. Sziasztok! Póli Ferenc vagyok, a tegnap indult vs.hu hírportálnak az egyik vezetője, és ha már ez itt a vallomások éjszakája lesz, úgy tűnik, akkor én is azzal kezdem, hogy nyilván egy kicsit furcsa, hogy mit keresek én itt. Ez egy hírportál, és kevés technológiai vonatkozás van talán első blikre, de egyébként van neki. Igazán azért jöttem azon túl, mert a PR-osok elküldtek, hogy vigyem a hírét ennek a csodálatos új terméknek. Az valójában az, hogy azt gondolom, hogy ennek a hírportálnak az indításában a technológia és a technológiai gondolkodás fontos szerepet játszott, és erről szeretnék egy kicsit beszélni. Igazándiból kettő technológiai vonatkozás is lesz. Az első az talán egy kicsit egyszerűbb. Hoztam egy eszközt, amit használtunk a portál indításánál, sőt olyannyira, hogy de először megmutatom, jó? Erről az eszközről van szó, ezt a lányaimtól kaptam, és azért vittem be a szerkesztőségbe, hogy megjavítsak vele dolgokat, és igyekeztem is néha használni. Így működik. Sok kollégám használta az elmúlt napokban, de az indulás napján, azaz tegnap reggel 9 órakor, amikor már úgy volt, hogy mindjárt élesedik a portál, akkor a szerkesztőségben először elment a net, aztán elment az áram is. És akkor így, hát így olyan 30 ember széttárta a kezét, hogy nincs megoldás, ekkor Kelt, aki az én kollégám, az fölkapta az asztalomra ezt a dolgot, és így a kapcsolószekrényre rámutatott, és meglett az áram. Úgyhogy ez a dolog egy valódi technológiai eszköz. De természetesen nem csak erről akarok beszélni, hanem arról is, hogy hát ez a vs.hu lévén, hogy valamiféle technológiai gondolkodása mögötte mindenképpen kínos az újságíróknak. Az újságíróink ezt elismerik rajtam nap, mint nap. Azt szeretném nektek elmondani, hogy hogyan szivatom én az újságírókat a mi koncepciónkkal. De előtte még igen, azt meg kell említenem, mert hát Így harangozott be Robi a mai e-mailben, hogy egyszer korábban adtam már itt elő, akkor az Origóna nevű hírportál, biztos ismeritek, annak az egyik ilyen redizájnjáról szólt az az előadás, és akkor ezzel a szlájddal vezettem fel az előadást, ami nem tudom, hogy látszik-e a hátsó sorokban, és összeloptunk mindent, és az egészet bekúrtuk az IVIV-re, meg az Origóra. Ez volt a jellemzés. Hát most egy egész más metódust próbálunk előadni. Ez most egy olyan hírportál, ez az új dolog, ez a vs.hu, ami megpróbál a hagyományokkal szakítani. Annyiban persze nem, hogy ez is egy közéleti hírportál. A nagy pályás alatt azt értem, hogy az első ötben szeretne focizni, és mondjuk egy év múlva az Indexnek és az Origónak méltó vetétársa szeretne lenni. Viszont az Y generációnak próbálna szólni, tehát a fiataloknak, és itt már is felfedezhetünk egy ellentmondást, közéleti hírportál az Y generációnak, ez egy eléggé kihívásos dolog. A kutatások azt mutatják, hogy ez a generáció, tehát a 18-32 közötti magyar fiatalok a legkevésbé sem érdeklődnek a közélet dolga iránt, illetve hát mondjuk inkább úgy, hogy tartózkodnak a mélyebben való belemerüléstől. Mi azt gondoljuk, hogy ennek főleg az lehet az oka, hogy manapság divatos úgy csinálni hírportált szerte a világon, hogy az valamiféle reklámozói vagy újságírói logikát követ. Azaz nem az olvasó fejével gondolkodik, hanem a reklám eladójával, vásárlójával, illetve valamiféle ilyen szerkesztőségi logikát is tükröz. Tehát például vannak rovatok, és ezek szerint a rovatok szerint lehet megnézni egy újságot, holott mi olvasók általában nem, tudom is én, tudományrovatot akarunk olvasni, hanem érdekes információkat, amik az életünket valami módon tudják befolyásolni, vagy segíteni az életünk vitelét. Tehát ennyiben talán nem olyan nagy a különbség a többiekhez képest, de az egy fontos különbség, hogy legalábbis itt a magyar médiapiacon az elmúlt jó pár évben én úgy láttam, hogy igazándiból kétféle módon indultak online sajtótermékek. Vagy újságírók álltak össze, vagy újságírók tanácsai alapján készültek el
ezek a médiumok, vagy épp az ellenkezője, a technológia felől érkező emberek csináltak újságot, és úgy tűnik, hogy mindenki eléggé rezisztens volt a másik oldalnak a gondolataira, vagy a megközelítés módjára. És ezért ez a vs.hu nevű hírportál azt az irányt választotta, hogy egy olyan embert keresett, aki habár a technológia felől, vagy technológiai gondolkodás felől érkezik, de sokat dolgozott újságíróként, vagy újságok közelében, és ezt a két gondolkodást próbáljuk meg ötvözni ebben az újságban, vagy ebben a portálban. Jön ez a pasas, aki egyfelől a technológia felől érkezik, másfelől pedig újságot is csinált már, és hoz olyan ötleteket, amiket az újságírók nem különösebben szeretnek, ha kell, tehát majd megkérdezhetitek, hogy tényleg így van ez. Én úgy tapasztalom, hogy komoly gátakat kell áttörni, hogy ezek elindulhassanak, ezek az ötletek. Ezekről az újításokról, vagy mondjuk, hogy újfajta megközelítésekről akarok egy pár szót mondani. A vitek, a fontos hírek és az asszociatív megközelítés, ezeknek mind valamiféle technikai vonatkozása is van. És ezek a bitek. Azt mondtuk, hogy egy hír az több információt tartalmaz, több önmagában is megálló információt is tartalmaz. Például az Emmy-díjak vagy az Oscar-díjak átadásáról tudósítunk, akkor ott egy csomó színész neve szerepel, egy csomó színész kapott díjat azon a hosszú éjszakán. Mindegyik egy információ egy-egy külön önálló egységet képez, tehát az, hogy George Clooney Oscart kapott, az egy másik információ, mint az, hogy tudom én, Rooney Mara Oscart kapott egy másik kategóriában. Ezért azt mondtuk, hogy tördeljük szét a híreket bitekre, tehát a legkisebb önállóan megálló információs egységekre, és ezt szegény újságíróknak valóban úgy is kell csinálni, hogy hírt úgy írnak, hogy megpróbálják megtalálni a hírben azokat a legkisebb szövegegységeket, amik önmagukban is megállnak, és ezt önállóan címkézik, önállóan rögzítik, és aztán önállóan visszakereshetővé is teszi ezeket a rendszer. Ami azt jelenti, hogy ezeket az információdarabokat külön-külön tudjuk visszakeresni, tehát építünk egy szép nagy információadatbázist, ami nem hír vagy cikk szinten működik, hanem ezen hírek, cikkeknek a töredékeit tartalmazza önállóan felhasználható és újra felhasználható módon. És habár én sokszor álmodom azt, hogy majd egy-két év múlva milyen iszonyatosan érdekes is lesz ezt az adatbázist mondjuk odaadni mindenkinek, hogy ők újra felhasználhassák és újra mixelhessék, remixelhessék ezeket a hírdarabokat. Most még azért ott tartunk, hogy az újságírók ezt természetesen különösebben nem szeretik, hiszen egy kicsit több munka van vele, mint amikor csak úgy egyszerűen meg kell írni egy hírt. De így lehetővé válik az is, hogy amikor egy korábbi cikkre akarunk visszahivatkozni, akkor nem kell az egész cikket elolvasni az olvasónak ahhoz, hogy azt az egy bizonyos hivatkozott információt megtalálja, elég kivenni belőle egy darab apró kis részt. Ez, ami a legfontosabb, és aminek talán a legkevesebb technológiai vonatkozása van, de én azt gondolom, hogy mégiscsak egy fontos momentum. Csak a fontos híreket, csak a fontos témákat szeretnénk megírni, ezt súlykoljuk a legtöbbször. Érdekes módon ez sokkal nehezebb volt eladni az újságíróinknak, mint ezt a bitszerkesztős izét, amivel egy kicsit több munka van, de hogy arról lejöjjenek, hogy megkezdődött a parlamentben a költségvetés vitája típusú hírt megírják, ami ugye egyáltalán senkit nem érdekel, az talán érdekes lehet, hogy mi van a költségvetésben, de hogy elkezdtek róla vitatkozni a politikusaink, ez nem egy hír, ezt nagyon nehéz átadni, parancsolj kell. A költségvetéssel például az igaz, ez egy kicsit felbűvés. Tegnap három francia srác ellopott részegen egy lánát és elvitték kirándulni villamossal. Általában ezt se írjuk meg. De ezt megírtuk. Nem írtuk meg. Hát akkor nem tudom, miért nem írtuk meg. Minden esetre, hogy miért is hozom én itt elő ezt a dolgot. Azt gondolom, hogy manapság az interneten mindenki azt a Szent Grált keresi, hogy hogyan szűrjük meg azt a végtelen sok információt, amit a közösségi média, illetve úgy általában az online média ránk ömleszt. Hogyan ki fogja megtalálni azt a módszert, hogy csak a legfontosabb dolgok, csak a valóban fontos dolgok jussanak el hozzánk.
Mi ezt egész egyszerűen azzal az emberi módszerrel próbáljuk megcsinálni, hogy az újságíróinkat, hogy is mondjam, csak kényszerítjük rá arra a nagyon kínos dologra, hogy nem írhatnak meg mindent, ami szerintük fontos, mindig arra kell gondoljanak, hogy mi az, ami az olvasó számára fontos. És végül a harmadik, ami meg talán a legelvontabb cucc, de hogy még azzal is megpróbálkozunk, hogy mikor megírtunk egy hírt, akkor ahhoz olyanfajta háttereket, az egész nagy képet megvilágító magyarázatokat fűzzünk, amelyek nem ilyen kauzális módon, nem ilyen ok-okozati módon próbálnak magyarázni, ahogy egyébként általában az újságíró logika diktálná, tehát hogy elmegyünk egy történet elejétől a végéig, és közben szépen felfűzzük egy vonalra ezt a történetet, hanem helyette megpróbálunk olyan dolgokat a hírek mellé tenni, amik a lényegét próbálják megfogni ezeknek a híreknek, mondjuk, hogy frappáns, vagy szívbemarkoló, vagy talán megnevettető módon. És ezt pedig azért gondolom, hogy ide való hozzánk, mert hogy ez egyébként azt jelenti, hogy messze több embedet alkalmazunk az oldalainkban, messze több Twitter embed, YouTube és Prezi és Meta és ilyen dolgok jelennek meg, illetve fognak megjelenni a cikkeinkben, mint az egy átlagos vagy egy megszokott hírportártól elvárható volna. Szóval, hogy ezek a mi technológiai vonatkozásaink, ez már tényleg csak egy apróság, és mivel már nem maradt időm, ezért úgyis csak a jövőben mutató dologként mesélem el, hogy úgy gondoljuk, hogy a személyre szabott nyitó oldalak kora elég régen lejárt, az nem működött, viszont a személyes felhasználási profilokhoz igazított tartalom közlés, annak meg van valami értelme, és ezzel meg fogunk próbálkozni hamarosan, hogy ilyesmit is csináljunk, de mivel ilyen most még nincs az oldalon, úgyhogy erről sok jogon beszélni nincsen. És hát... Oké. Okay. Akartok kérdezni, hogy mit használtunk, akkor arról is tudok talán pár szót mondani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok. Tehát, hogy nem tennél fel az első kérdést, azt, hogy mi az üzleti terv VSU mögött. De a másodikat igen, tehát ugye az első, az nagyon jól hangzik egyébként, és lesz valamilyen nyílt API-ja ennek az egész bitekre bontott hírek lekérdezéséhez. Robi azt kérdezte, hogy lesz-e valami API, amin keresztül ez a bitekre bontott hír izé majd valahogy használható. Igen, lesz ilyen, hogy nem az elkövetkezendő egy éven belül, abban egészen biztos vagyok. Tehát, hogy most persze még nem, hiszen van benne jelen pillanatban, nem is tudom. Egyébként elég sok van, 1600 bitet láttam én most a rendszerben éppen. Darab. Darab, igen. Ami egy két napja működő portálnál végül is nem rossz. De hogy azért ez a vízió része, azt gondolom, hogy ezzel, hogy remixeljük a híreket, vagy hogy közösségi alapban remixeljük a híreket, ez nem biztos, hogy pont most kell elkezdeni egy olyan portálnak, ami egyébként még egyáltalán nem bizonyított, és pontosan két napja olvashatóak az anyagai. Jó, mit tesz? Bocsánat, ott volt a Gergőnél a kérdés. Köszönöm szépen, ez a Peter dolog, ez olyan, mint egy címkéri, a Google-nél. A kérdésem nem ez egyébként, még erre is kíváncsi vagyok. Hát nem tudom, nem. De nem tudom, hogy mire gondolsz, hogy a Google-nál milyen címkék van. Lehet címkézni, és akkor annyi helyre rakja, hány címkét, amit valami nem tudom, hogy ennél egyszerűen csak végy egy szöveget, vágd fel annyi darabra, ahány darabban önmagában is megállnak ezek a szövegdarabok, és azt külön-külön címkézd fel, és tedd be egy adatbázisba, és aztán azt akár mixeld újra. Köszönöm, mint a bullshit generátor, nem? Hogy olyan nem, mint a bullshit generátor, hát használható arra a célra, és vitathatatlan. A kérdésem az, hogy pont az, hogy amiről nem beszéltél, tehát az a személyre szabott tartalom, hogy erről egy pár szót a koncepcióról tudnál mondani, ezért hát egy egészen pár szót, igen. Azt gondolom, hogy azok az oldalak, amik úgy kezdődtek pár évvel ezelőtt, hogy mondd meg, hogy mi érdekel, x-eld be azt a 10 témát, ami neked oké, és akkor majd olyan híreket látsz a te személyes kezdőlapodon, ezek mind-mind megbuktak. Valószínűleg azért, mert
egyrészt sok munkát igényel tőlünk olvasóktól, hogy x-elgessünk, másrészt pedig talán azért is, mert az ember nem tudja előre, hogy mi érdekli, illetve nagyon unalmassá válik számára az az oldal, ami mindig csak azokat a dolgokat nyomja, amik őt amúgy is érdeklik. Mert ezek a rovatok egyébként. Hát, vagy a rovatok, vagy inkább témák. Ez az, hogy X-elből melyik rovatokat szeretném olvasni. Ehhez képest viszont azt gondolom, hogy egy másik ilyen személyre szabási modell, amit mondjuk, hogy a Last.fm kezdett el nagy üzemben használni, az meg működik. Tehát amikor egyenként a viselkedésemmel, az interakcióimmal mondom el, hogy mi az, ami érdekel, és mi az, ami nem. Erre épített profilokhoz igazítani hírszolgáltatást, annak azt gondoljuk, hogy igenis van jövője. Az volt a kérdés, hogy azt vizsgáljuk-e, hogy belekattint valaki az oldalba, vagy hamar ott hagyja, vagy hosszan olvassa-e. Igen, így is lesz, meg lesz olyan Last.fm gomb is, hogy cikkekre lehet azt mondani, hogy tetszett, nem tetszett. Te kérdeztél. Igen, de szerintem tényleg meg is válaszoltad, amikor felkettem. Ez egy járkunt, amin jártok, vagy teljesen kitaláltatok? Hát a Last.fm kitalált a zenére. Én olyan hírportált nem láttam még, ami ilyet csinál, de ez nem jelenti azt, hogy nincs ilyen. Bocsánat. Jelen pillanatban nincsen kommentelés, nincsen semmilyen szociális funkció az oldalon. Ez egy nehéz döntés volt, és végül így döntöttünk. Keressük azokat az utakat, ahogy az olvasóinkat bevonhatjuk a működésbe, de nem úgy, hogy szövegeket írnak a cikkek alá. Mert ez úgy tűnik, hogy ez nem vált be. Tamás? Amikor indul egy ilyen hír szájt, akkor túlterek az üzleti tervet, és kiszámoltátok-e, hogy függetlennek jobb lenni, vagy inkább szerencsejáték RT-hirdetéseket megjeleníteni? Melyik a jobb üzleti? Igen, kiszámoltuk, a szerencsejáték hirdetések a sokkal jobb lenne, csak nem tervez vele hosszú időre az ember, vagy hát a fene tudja, de tehát kiszámoltuk, igen, jobb lenne oda tartani a fenekünket valamelyik nyerésben lévő oldalnak, de egyelőre a nehezebb utat választottuk. Németh úr? Van egy feature cikkenek most ugye az X-generációról. Igen. És az lenne a kérdésem, hogy nem szakmai abszolút volt, hogy ilyeneket terveztek-e és milyen rendszerességgel, vagy mennyire a koncepció része az, hogy egy multimédiás kettetekon mondja, látványosabbra és talán felhívőszerűen van. Nagyon szépen köszönöm a kérdést, tök jó, mert nekem nem jutott eszembe, hogy ezt elmondjam. Van az oldal alján egy szép nagy bannerszerű izé, ami egy olyan cikkre vezet, ami mondjuk, hogy multimédiás, mondjuk, hogy a hagyományos cikk-scrollozós élményt ötvözi egy ilyen izgő, mozgó, innen-onnan bejövő videóhátteres multimédiás élménnyel. Amit Snowfall-ként szokás emlegetni, mert hogy a New York Times 2011-ben indított egy vagy csinált egy cikket, aminek Snowfall lett a mondjuk a beceneve vagy a márkaneve, ezzel megalapozott egy új műfajt. Na, egy ilyen nálunk is van, és hogy az állam kérdésére válaszoljak, hogy tervezünk ilyet rendszeresen csinálni, jelen állás szerint havi 3 ilyennel fogunk előállni, ha a rovat vezetőjét kérdezném, akkor havi 2, de én 3-at mondok, havi 3 ilyen lesz. És még azt is gondoljuk, hogy ez igazán úgy lesz a nagyon menő, hogyha ez egy idő után valamiféle presztízsé válik az art direktorok, grafikusok és tervezők között, hogy egy ilyet megcsinálhassanak. Tehát a szándékunk az, hogy mindegyiket egy új vizuális szakember vezetésével készítjük el. Utolsó kérdés. És ez a személyre szabás funkció, ez azt jelenti, hogy lényegében úgy érdemes olvasni az oldalatokat, hogy csak bejelentkezve, különben nem jön elő ez az okosság. A kérdés úgy szólt, hogy csak bejelentkezve érdemes olvasni az oldalunkat majd akkor, amikor ez a személyre szabás funkció lesz. Hát igen. Köszönöm szépen, itt leszek a sorban.